Itt hirtelen kellene döntenünk, de elég szépen megjelentek itt a környékbeliek. Látom többen tőlünk Vásárhelyről, Szentesről, sőt még Szabadkáról is jöttek, akik támogatnak bennünket és mellettünk állnak. Nem hagyhatjuk, hogy a kormány így semmibe vegye a kéréseinket, javaslatainkat, ezért tennünk kell itt és most. Most felkérném a szegedi elnökünket, Fakelman Istvánt, hogy szóljon egy pár szót ő is. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hát elég friss az élményem, mert a mai napon volt egy testületi ülésünk, és ezen a testületi ülésünk azzal kellett, hogy foglalkozzon, hogy az, amit a rezsicsökkentések jelentenek egy önkormányzatnak, milyen választ adjunk rá. Elnevezték ezt válságmenedzsmentnek, tehát válságkezelési javaslatot kell összegyűjteni, és hát egy pár ajánlást én is tettem, mert azt mondják az emberek, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hogyha tőlünk, az önkormányzatoktól elveszik az iparizési adót, a gépjármű adót és egyéb más dolgainkat, elveszik az általános iskolát, akkor nézzük meg azt, hogy mi az állammal szemben ugyanilyen stílusban hogyan tudunk föllépni. Engedjetek meg egy néhány példát ezzel kapcsolatban mondjak. Mint tudjátok, bár itt Szeged környékén már a migráció nem jelent nagy problémát, de felénk igen, akkor mi egy migráns adót fogunk ki róni a magyar államra, nem tehetjük meg, de ezt meg fogjuk, ezt kezdeményezni fogjuk, mert hogyha beengedik ide a migránsokat, és el kell, hogy szenvedjük mindazt a mezőgazdasági kárt, anyavilágban okozott kárt, az emberek biztonságérzetében okozott jelentős csökkenést, akkor azt mondom, hogy ez nekünk olyan, mint Kolontáron volt a vörös iszap, amikor elöntötte azt a három falut. Azt a három falut újjáépítették a kormányzat, az Orbán Viktorék, hogyha nálunk a vörös iszap a migráció, akkor ugyanezt a kárt, amelyet eddig nem térítettek meg egyetlen egy fillért se, akkor ezt kiróljuk rájuk, hogy térítsék meg, mindazzal a nagy szemetelési problémával, amit jelent ez a napi körülbelül 1000 migráns, már akit elfognak 1000 migráns átjövetele és áthaladása azon a 6-8 kilométeres szakaszon, amit egy gyönyörű szép turisztikai élményt jelentő erdőségünkön keresztül tesznek meg ezek, főleg éjszaka, sötétben. Már a kutyáinknak van egy különös jelük arra, hogy migránsok jönnek, hogy nem az ősz jön, vagy nem egy nyuszi, vagy valami vendég jön, hanem a migránsok. Erre egy jelvezetük van már a kutyáinknak. És az, hogy így kell válaszolnunk migránsadóval, szemetelési illeték kirovásával, akkor azt is megkérdem tőletek, hogy hogy van az, hogyha az iskolát elvették tőlünk, illetve az általános iskolai oktatást elvették, akkor az az intézmény után, amit mi építettünk föl, egy huncut vasat nem fizetnek bérleti díjat. Miközben ott mellettünk van a sportcsarnokunk ugyanilyen relációban, hogy az is a miénk, és a bérleti díjat fizetnek érte, a klip nem hajlandó, a tankerület nem hajlandó bérleti díjat fizetni utána. Hát ilyen problémákkal küzd egy önkormányzat, és az, ami a rezsicsökkentést lényegét jelenti, szembe kívánják fordítani az önkormányzatot a választó polgárával. Erre külön fölhívtam a figyelmet ma, hogy vigyázzunk rá, milyen lépéseket teszünk, hogy ne bennünket szidjanak ezeké a megszorításoké, hanem azokat, akik megilletik ezt. Köszönöm szépen! Az idő miket fog igazolni? Megmutatja, hogy igenis, ha összefogunk, és minél többen támogatnak majd bennünket, mert látják, hogy jó úton haladunk, akkor ha mellénk állnak, előre fogunk jutni, és győzni fogunk. Most szeretném megkérni Torockai Lászlót, a Mi az Mozdulom frakció vezetőjét és elnökét, hogy szóljon ismét egy pár szót hozzánk.